Jó estét kívánok! Rendhagyó díszletből, ezúttal nem a Bajnokok Városa saját díszletéből, hanem mindjárt az Esti Mérleg díszletéből, de ez most mégis a Bajnokok Városa, amivel jelentkezünk. Ennek pedig prózai oka van, hogy három vendégem is van itt a stúdióban. Karatézni fogunk, hiszen van mögöttünk egy sikeres félszezon, egy kis pihenő, aztán most pedig már az őszi szezonra készülnek a Fehérvár Karate Akadémia növendéke. Itt van velem Bőke Béla, elnök vesző vezetőedző, valamint két kiváló karatéka, Fekete Gergely és Dezső Kata, egészen pontosan sorrendben Dezső Kata és Fekete Gergely, mert ugye ezt így illik. Szervusztok, üdvözöllek veleteket a műsorban. Szervusztok. Szia. Hát Béla, hogyha néhány mondatban gyorsan össze kéne foglalni a nyár és az elmúlt pár hónap tapasztalatait, tanulságait, eseményeit, akkor azt hogyan tennéd meg, hiszen voltatok szerte a nagyvilágban, Bulgáriától kezdve szűkebb környezetekben is, Gánton is edzőtáborozni, szóval hogyan telt az elmúlt időszak? Hát elég sűrű volt a nyár előnek a programja. Kezdtük egy szentesi nemzetközi versennyel, a harmadik Kyokushin volt tornamenttel. Ott sikerült három aranyérmet szereznünk, egyet ugye a Gergő, amit már gondolom elmondja, hogy élte ezt meg, aztán a Nagynati junior lányba aranyérmet szerzés, ő kezdte, a lányom pedig gyerekkettes lány korcsoportba szerzett szintén aranyérmet. Úgyhogy ez egész jól sikerült. Utána azonnal, ahogyan hazajöttünk, kezdődött az edzőtáborunk. Azt kezdtük, a saját edzőtáborunkat kezdtük egy rendhagyó módon, egy feketőves vizsgával. Két tanítványom vizsgázott feketeövre, a Kajdi Pisti első danra és a Krejt Péter, aki edző kollégám, az pedig második dant sikeresen megszerezte ezeket a fokozatokat. Utána ugye ment tovább a tábor, aztán lett egy kisgyerektáborunk, kétnapos kisgyerektábor, és onnan, ahogy ennek vége lett, azonnal buszra pattantunk, és elmentünk Bulgáriába, Várnába, a KVU-nak egy nagy összevont nemzetközi táborába, ahol 1400 karatéssal karatéztunk, úgyhogy abból körülbelül 500 versenyző volt, és itt ez a két gyereket, a Kata Gergő és még a Szűcs Ferike, akik ott voltak velünk ezen a táboron. Úgyhogy ott volt egy verseny is? Ott volt egy verseny, tehát ennek az érdekessége, hogy ott az edzőtáboron belül megszerveztek a szorgos bolgárok egy versenyt, ami csak az U21-es korcsoport, 18-tól 21 éves korig felnőtt szabályok szerint zajlott, és ott a Kata pedig a mínusz 55 kg-ban a harmadik helyet szerzett, ami egy elég komoly eredmény, tekintve ugye a mezőnyt, akik ott voltak, tehát 500 versenyzőnek nagy része, tehát több mint 100-150 fő indult ezen a versenyen, tehát ő is 16-os tábláról veregette be magát. Hát menjünk akkor időrendben visszafelé, mind a ketten ott voltatok a táborban, milyen volt maga a tábor, ugye az 1400 karaték összezárva nyilván azért el lehet lesni, dolgokat lehet ismerkedni, kapcsolatot építeni, meg tényleg nyilván sokat fejlődni, szakmai szempontból milyen volt a tábor? Szerintem nagyon jó volt a tábor, az is elősegítette a fejlődésünket, hogy mi csak a versenyzőknek az edzésén vettünk részt, tehát szinte a világ legjobbjai között edzhettünk, és lehetőségünk volt velük nem csak úgymond edzegetni és nem nézegetni őket, hanem mint párok egymáson gyakorolni, és ezáltal is megismerhettük, hogy ők mit tudnak. És maga a verseny az milyen volt, milyen, hogy nézett ki, és mennyire volt nehéz, ugye bronzérmet szereztél? Hát a verseny maga a tábor másik napján volt, ez szerintem nagyon jó volt, hiszen még a táborozásban bele se lendültünk, így kipihenten érkezhettünk oda. A magát a versenyt nagyon gyorsan lebonyolították, nagyon jól meg is volt szervezve, illetve szerintem a súlycsoportomban egész erős lányok voltak, főként a keleti, úgymond blokkból. Én bolgár lányokkal küzdöttem. Volt, amelyik könnyebb volt, viszont hát nyilván akitől kikaptam vele, azért szorosabb csatát vívtam, aki később meg is nyerte egyébként a versenyt. Itt ilyenkor ez megnyugtató, nem? Hogy azért az ember a későbbi győztestől kap, aki nem az ezüstérmest. Azért nem mentség.
Gergő, neked milyen volt a tábor? Hát én is nagyon élveztem ezt a tábort, igazából ilyen táborban még nem is volt részem, tehát nekem teljesen egy új szemléletet nyitott igazából így a karate világában, tehát az volt a legjobb, hogy ennyi karatést láttunk egy helyen, és a világ különböző tájairól jött mindenki, és tényleg egy ilyen nagy családhoz tartozni, igazából ez volt a legjobb ebben az egészben, hogy tényleg olyan sokan voltunk, hogy csak a versenyzők, amikor bementünk edzeni a terembe, megtöltöttünk egy egész csarnokot, és ez nagyon jó dolog volt. Azt mondtad, hogy új dolgokat is kaptál ebben a táborban, meg új perspektívák nyíltak ki előtted. Mik ezek az új dolgok, amiket megtapasztaltál kint? Orosz nagy versenyzők tartották nekünk az edzéseket, és hát tőlük próbáltunk ellesni minél több technikát, illetve mozdulatokat, amiket tanítottak nekünk, hogy hogyan gyakoroljunk egyes szituációkat, és szerintem sikerült megtapasztalni olyanokat, amiket eddig még nem csináltunk, és hogy hogyan lehetünk jobbak, ezt most megnéztük. Na és hogyan lehettek jobbak, ha majd földobtad a labdát? Mi az, amit mondjuk máshogy csinálnak az oroszok, mint mi, aki tudjuk, hogy ebben nagyon-nagyon erősek? Igazából nem bonyolítják túl a dolgokat, szóval edzenek, ez mindennek az alapja, hogy folyamatosan edzenek, minél keményebben, és ők is ezt tartják, hogy edzeni, nincs megállás, hogyha abba hagyod, akkor már is aki többet edznád, az jobb lesz, mint te. És gyakorolni kell, nem feltétlenül a legbonyolultabb mozdulatokat, például combrugásból nem kell túl bonyolítani, csak rúgni kell, és mondjuk rúgni kell 100-at, hogy ezt begyakoroljad a legjobban, és akkor igazából azzal az egy technikával is megnyerheted a versenyt. Kata, te mit kaptál a táborból, akkor mondjuk ilyen szemmel nézve? Ilyen szemmel nekem például az nagyon jó volt, azon kívül, hogy például megtanulhattuk, hogy milyen egy ütésnek az alaptámasza, miből lesz nagy az ütése, tehát ezt az oroszoktól elleshettük. Emellett még a későbbi ellenfeleimmel is a felnőtt mezőnyben tudtam küzdögetni, és így láttam, hogy mit csinálnak. És hogy nézett ki egy napotok? Hány edzés volt egyáltalán, amikor arra volt a lehetőség, hogy tényleg barátkozni, Facebook kapcsolatokat építeni a későbbiekre, tehát ilyenre volt a lehetőség egyáltalán, hogy nézett ki egy napotok? Hát a napunk úgy nézett ki, hogy reggel, jól emlékszek, 7 órától igen, volt a tengerparton a homokba, tehát mezétlábas futóedzés, azt mindig futással kezdtünk, olyan 2 kilométerről van szó. Utána pedig mindig vegyes feladatokat csináltunk itt a strandon, erősítettünk is, nem tudom, igazából volt ilyen kicsit lazább jellegű is, fogócska, meg nem tudom, technikákat javítottunk. Utána pihenés következett délutánig, ilyenkor volt időnk barátkozni és strandolni is, illetve beszélgetni a új ismerősökkel, délután pedig 5-től volt 7 óráig. Igen. 5-től 7 óráig volt teljesen küzdő jellegű edzés. Béla, te mit tudtál esetleg ellesni a táborból? Nekünk nagyon nagy élmény volt, hogy mi a Mátogata Szenszeijjel voltunk kint feketeövesként, és amikor egy kézilabdapályányi feketeöves mester köztet az ember, akkor azért nagy stílus alapító, stílusvezető nagy mesterekkel, tehát a Kancsó Acó Rojamával, vagy az Andrei Drevnyákkal, vagy a David Pittállal, tehát akivel te is találkozhattál, ugye, amikor itt volt nálunk. Tehát ennek olyan hangulata volt ott együtt edzeni ebben a csapatban, hogy az igazából elmondhatatlan, vagy felbecsülhetetlen. Érdekes gyakorlatokat tudtunk szerezni, illetve mi is beszélgettünk az oroszokkal, ahol aztán erre a kérdésre, mert ezt azért én tudom, hogy vagyok olyan, hogy fölteszem a kérdést, hogy mitől vagytok ti jobbak mindig. És megmondták az oroszok, hogy amíg ti itt Coca-Colát ittatok, addig mi otthon edzettünk. Tehát konkrétan ez volt a válasz, és az orosz titokról pedig annyit mondtak, hogy nincsen titok, nagyon sokat kell edzeni, és nincsen tolerancia. Tehát nem tolerálnak semmit. Csak az edzés van, munka van, munkába hisznek, és ennyi. Akkor rettegjenek most attól a fehérvári karate növendékek, mert nem lesz tolerancia. Hát megpróbálják átültetni, hogy akkor nyilván ez nálunk azért nehezebben működik, mint az oroszoknál. Tehát ott náluk azért még ez mindig egy kitörési pont. Ugye ők azért viszonylag el vannak zárva a külvilágtól, mondjuk egy Ekaterinburgot nézve, ahol ugye voltunk, nagyon szép város, nem. A Oroszország negyedik legnagyobb városa, a világ végén van, úgy jutsz onnan ki, hogyha valamiben kitűnő, vagy ha a sportban vagy kitűnő, akkor elvisznek onnan, és világot láthatsz. Itt az oroszok, akik itt voltak Várnába, ők úgy dolgoztak, mint hogyha ezen is az életük függene. Tehát ennyi. Ennyi különben az orosz titok. És egyébként a magyar karate edzői társadalom
Kyokushin karate edzői társadalom mennyire nyitott az újra, hiszen azért hallani más sportágokból, ahol példákat, ahol nem feltétlenül veszik fontolóra azt, hogy a nagyobbaktól kellene tanulni. Vannak ellenpéldák, és például itt Fehérváron akár a jégkorong, hogy érdemes a kanadaiaktól, svédektől tanulni. Itt mondjuk a magyar karate társadalom, edzői társadalom mennyire fogékony erre, mennyire nyitott erre? Hát itt is két részre oszlik, tehát a fiatalabbak, tehát most semmi is, azért 50 felé járunk, de akik tehát a mi korosztályunk az egy kicsit nyitottabb, a nálunk idősebb korosztály az egy kicsit úgy gondolja, hogy már nagyon-nagyon nagy mesterek, és ők tudnak mindent. És aztán kiderül nemzetközi szinten persze, hogy nem, tehát az úgy nehezíti a helyzetet, de van egy olyan réteg, aki nyitott az újra, akár sporttudományos, új sporttudományos dolgokra, akár pedig olyan, hogy az eredményes nagy versenyzőktől, illetve a nagy versenyzők edzőitől hajlandó tanulni, hát ővelük lehet együtt dolgozni, meg ővelük kell együtt dolgozni. Aki úgy gondolja, hogy mindent tud, ott az csapdába esik előbb-utóbb. Hát ez azért szinte legtöbb területén így van. Ugorjunk akkor még vissza az időbe, Szentes, ugye ahol az egyik aranyérmet Gergő te szerezted, mennyire volt nehéz, mennyire sikerült Szentesre egy komoly ellenfél állományt összerakni a rendezőknek, tehát mennyire volt erős a mezőny? Hát elég erősnek mondanám a mezőnyt, úgyhogy azért elég keményen kellett küzdeni, ez a küzdőpáston töltött időben is megmutatkozik, amennyit fent voltam a tatamin. Nagyon jó lezárása volt igazából a versenyszezonnak, hogy egy nagy sikerrel tudtam így befejezni így a nyára, és akkor most kezdtem a felkészülést. Négyet is kellett küzdenem ezen a versenyen, az elsőt egy ukrán ellenféllel vívtam, vele 2+2 percet mentem, és akkor végül is bírói döntéssel sikerült győznöm. Azt nagyon élveztem igazából azt a küzdelmet, jó volt ott lenni a páston és küzdeni vele. A második küzdelem az egy örmény ellenféllel volt, ő is hát szintén nagyon nehéz volt, vele is egy hosszabbítást mentem, úgyhogy 2+2 percet. És ott is utána tudtam nyerni. A harmadikat azt a diák olimpiai döntőn vereséget szenvedtem ettől a magyartól, akivel itt mentem, és most őt is sikerült itt megvernem. Sikerült revansot venni. Igen, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés volt ott így a harmadik küzdelemben, és akkor utána megint fel kellett állni még egy utolsóra a döntőben, ott pedig már csak mentem előre, hogy enyém legyen az aranyérem, de azért ő se adta magát könnyen, itt is 2+2 percet mentem, és volt egy mérlegelés is, és még egy percet mentünk a végén. Az igen. Úgyhogy elég jó verseny volt. Nem voltál friss estére. Hát igen, meg utána azért elég sokat is kaptam, tehát elég csúnyán néztem ki a verseny után, volt pár ilyen bedagadásom is, meg sérülésem is, úgyhogy a másnapi edzőtábor az kicsit nehezen kezdődött, de aztán sikerült felállni. Hol kell egyébként elhelyezni ugye ez az Kyokushin World Tournament, tehát ez kicsit olyan hangzása van, mint hogyha ha ilyen világbajnokság szerű lenne, hol kell ezt elhelyezni a nemzetközi térképen, hogyha erről viszonyokat nézünk? Hát ez a verseny igazából indulhatott volna úgy is, hogy tehát teljesen nem tudtuk igazából, hogy mire számítsunk, amikor elmentünk a versenyre. Lehettek nagyon jó ellenfelek is, és lehetett kevés a mezőny is, tehát hogy nincsenek olyan sokan nekem. Például nagyon jó mezőny jött össze, ez nem tudom mitől függött igazából, tehát az egész világról jöhettek emberek, és így hozzám jöttek is. És nekem ez egy nehéz versenynek minősül, tehát mindenképpen egy magas szintűnek számít. Szóval így elnézlek, gondolom, jobban is örülsz annak, mint hogyha ez egy ilyen könnyed kis, tényleg 5x1-4x1 perc alatt elintézett történet lett volna. Igen. Tehát ennek az érdekessége az volt, hogy ennek a versenynek, hogy nyílt, tehát hogy egy nyílt verseny volt, bárki jöhetett. A Gergőnek például nagyon nehéz súlycsoportja volt, a sorsolása se volt könnyű, tehát én nem mondom, hogy irányított volt, de, mert ugye ezt ilyet nem mond az ember, de feltűnően nehéz volt az ő ága, tehát szinte... Ha van ilyen azért. Van, persze. Voltak azért könnyebb ágak abban a súlycsoportban is. De, hát szerencsés kell hozzá, meg hát itt akkor ezek szerint egyáltalán meg kell verni mindenkit. Én azt szoktam mondani, hogy a bajnok az verjen meg mindenkit, anélkül, hogy válogatnánk. Nem is válogatunk, tehát nem is volt ezzel gond. Itt inkább a probléma az volt, hogy más súlycsoportok viszont volt, hogy mit tudom én, hármas körmérkőzésből érték el ugyanazt az eredményt. Tehát ugyanúgy úgynevezett World Tournament győztes, vagy világbajnok, vagy mit tudom én. Tehát én ezt nem nevezem, meg ahol a klub szinten lehet nevezni, az nem világbajnokság. Tehát anélkül, hogy most kisebbíteném az érdemünket, meg a győztesek, meg a helyzetek érdemét, tehát az a világbajnokság, ahol a nemzeti válogatott nevez,
és utána a nemzeti válogatottak összecsapnak, az világbajnokság. Ez egy világverseny, de a nevezőket nézve, az Örményország is azért inkább ide tartozik, Oroszország, Ukrajna szintén ide tartozik, nem volt könnyű a verseny, de én ezt egy nagyon erős Európa-kupának mondanám. Annak viszont határozottan erős volt. Az a szerencse, hogy olyan világversenyekre is járhattok, vagy jártok, hanem szerencse munka kérdése, ahol a nemzeti színeket tudjátok képviselni. Ugye azért nálatok két részre lehet bontani az évet, ugye mindig van az év első fele, sok versennyel, és aztán egy kis pihenővel, és aztán jön a második fele. Most, ha értékelni kéne az első felét az évnek, eredményesség szempontjából, diákolimpiástól, mindenestül, akkor hogyan értékelnétek? Hát hogyha lehetek olyan... Legyél olyan, nyugodtan. Jó. Tehát szerintem egy nagyon jó évet zártunk. Ugye az egyik legfontosabb, hogy a Kata megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, tehát felnőtt magyar bajnokunk még soha nem volt. Tehát ez talán egy szép kezdet a felnőtt magyar bajnokságon. Sőt, hát mondhatom azt, hogy Fehérvárnak nem volt küzdelemben szerintem 20 éve felnőtt magyar bajnoka, legalább 20 éve nem volt felnőtt magyar bajnok Fehérváron küzdelemben. Formagyakorlatban volt már, de küzdelemben az utóbbi 20 évben nem. Tehát ez egy nagy dolog. Diákolimpiát is nyert mondjuk pont a Kata, ugyanúgy megnyerte a Diákolimpiát, és erre még lehetősége volt utolsó évesként. Mi volt sikerült a Diákolimpia, és ugye kim voltunk Lengyelországban, Rzeszovban, az Európa bajnokságon, ott is a Gergőt megnyerte, tehát ott megvédte az Európa bajnoki címét egy World Kyokushin Budokai nevű szervezetnél, de ez is egy nyílt Európa bajnokság volt, tehát az is egy egész jó kis verseny volt, illetve ott lett több helyezésünk is. Aztán meg hát ugye ez a szentesi verseny, illetve a KVU verseny, ami jó volt. Hát a többiek, hogy érték meg. Menjünk tovább. Akkor Kata, hogy értékeld? Gondolom az összességében kifejezetten sikeresnek ezt az első fél évet, Diák Olimpia bajnoki cím, felnőtt magyar bajnoki cím. Mm-hmm. Maradt-e esetleg benned bármiféle hiányérzet bármivel kapcsolatban? Igazából nem igazán gondolnám. Hát az évet egy kicsit rosszul kezdtük. Belgiumban volt egy Diamond Cup nevezetű verseny, ott nem sikerült jó helyezést elérnem. Ez volt az első nagyobb felnőtt versenyem, de úgy gondolom, hogy így érettségi mellett ez jó eredmény. Tehát volt időm felkészülni, és jó eredményeket értem el. És remélem, hogy az össze is majd ezt így tudom folytatni az egyetem mellett. De mondjuk ez a belga, fogalmazunk így pofon, ez akkor jót tett neked, és ebből erőt merítettél a szezon későbbi részére? Igen, szerencsére egy nagyon jó versenyzőt fogtam ki. Hát már így a nemzetközi porondon eléggé ismertnek tekinthető, nyerte meg ugye később ezt a versenyt, és mindenképp egy tanulságnak mondhatom, tehát tudom, hogy már mire kell készülnem a későbbiekben, ha ilyen súlycsoportokba indulok. Na, mindjárt beszélünk majd a jövőről is, de Gergőt is szeretném, hogyha értékelnéd, hogy neked milyen volt a pügy összességében az első fél éve 2018-nak? Én is jól értékelném így az évet, ami volt. Voltak nekem is hasonlóan kudarcok, így ezen a belga versenyen ez az én is részt vettem, így ketten voltunk a Katával, és hát az nekem se sikerült jól, én is az elsőbe kiestem. Ez nekem is egy motivációként hatott igazából ez a verseny, ez volt így a legnagyobb így pofon, ha mondhatjuk így, meg a Diák Olimpia esetleg, hogy ott a döntőben nem sikerült nyernem, de utána viszont ezen a szentesi versenyen sikerült ezt visszavágni, szóval én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, és azért sikerült fejlődni mindenképpen, úgyhogy én jónak értékelem ezt a fél évet. És ugye tombol a nyár, de ahogy én tudom, akkor elkezdtétek már a felkészülést az őszi szezonra. Az mit hozhat neked ott? Mik a legfontosabb versenyek, és mik a legnagyobb célok? Hát kicsit ki tud segíteni, hogy melyik versenyre megyünk. Hova mentek versenyezni, hova nyerni kell, ahol nem lesz tolerancia. Igen, sehol nincs tolerancia, és ugye ők majd oda mennek, ahol majd visszük őket. Köszönjük szépen, tartsanak velünk legközelebb is, szóval igen. Nem, tehát indulunk, ugye szeptember végén indulunk egy felkészülési versenye a Halas kupával, aztán utána őnekik mindjárt október elején jön a British Open, hogy a Kata, ő az Open kategóriába, tehát felnőtt kategóriába fog indulni, és a Gergőnél sikerült szerint elérni, ugye sportdiplomáciai siker, ez ugye a
a junioroknak zárt verseny, csak az írek és a britek indulhatnak a British Open-en, a juniorok, illetve kezdők, és a Gergőnek megengedték, a világszervezet megengedte, hogy elinduljon, tehát meghívták a Gergőt erre a versenyre. Erről te tudtál? Igen, akkor igen. Megnyugodtam, de hogy nem itt szembesülsz nálunk. Ne esik a igen, és mindjárt újraélesztük, nem? Tehát meghívták erre, tehát ez a British Open, ez lesz az ősz elejének a legnagyobb versenye. Ugye ez még soha nem voltunk ott felnőttben sem, mert ugye Kata az első felnőttünk, meg juniorban, meg ugye ez egy nagy dolog, hogy meg eddig mindig szerettünk volna elmenni, juniorjaink voltak azért jók, szerettünk volna elmenni, és mindig mondták, hogy ti nem jöhettek, sajnos, bocs, most a Gergőt sikerült meghivatnunk, ez egy jó hír. Aztán a többiek azok itthon fognak versenyezni Siklóson, ami szintén egy egész jó kis versenynek minősül. Aztán mennek a versenyek, minden hétvégére van valami, lesz utánpótlás, magyar bajnokság majd az ősszel, illetve a nem ennyire nagyoknak, hanem a gyerek és serpülő, talán még az ifi korosztályt is kivisszük, akiben van egy kis fantázia, azt kivisszük Belgiumba, a szokásos belga bajnokságunkra, ott azért jó, mert ott már egy kicsit belekóstolhatnak a felnőtt szabályrendszerbe, tehát olyanokat viszünk, akik ott meg tudják állni a helyüket, és aztán majd decemberben valamikor lesz egy olyan versenyünk, ami ugye KBU felnőtt Európa-bajnokság, illetve utánpótlás világbajnokság, és nagyon ügyesen egyszerre egy helyen fogják csinálni, Várnában lesz, csak még az ideje pontos dátumot nem tudjuk, csak december elején lesz valamikor, és ide erre a magyar bajnokság megnyerésére ugye a Kata az kvalifikálódott, mert itt viszont ez egy olyan verseny, ahol össz magyar válogatottat, kell állítani, hát egy-egy emberrel, tehát az nem lesz egy könnyű. És Kata, akkor, hogyha jól értem, akkor a te életedben most a legnagyobb változás majd akkor az lesz, hogy érettségén túl vagy, és akkor jön az egyetem. Ez mit hozhat neked? Mennyire tudod majd, hát nyilván menet közben derül majd, de hogy látod, mennyire tudod majd összeegyeztetni a tanulmányaidat és a karatét? Hát, hogyha Pest helyett Fehérvárra sikerül átigazolnom, akkor úgy gondolom, hogy mindenképp fogom tudni folytatni az egyetem mellett a felkészülést is a versenyre, hiszen ez helyben van. Mit fogsz tanulni egyébként? Mi az, amit választottál? Gazdálkodás és menedzsmentet fogok tanulni. Ahogy én ezt az évek alatt tapasztaltam, látok, azért fontos, hogy a karate mellett azért a gyerekek, a növendékek, a tanulmányokra is megfelelő hangsúlyt fektessenek. Gondolom, ez most is így van, továbbiakban is így van. Persze. És említetted ugye még egy dolog, ezt a kétnapos gyerektábort, ez ilyen toborzás célú volt. Nem, ők a kisgyerekeink, tehát vannak óvis csoportjaink, meg teljesen kezdő ilyen 5-6-7-8 éves kisgyerek csoportjaink, és akik még annyira kicsik, hogy egy hetet nem tudnak távol tölteni a családtól, azok mindig lehetőséget adunk, hogy két napra, tehát egy éjszaka ott alvás, tehát egy kicsit belekóstol a tábori életbe, kicsit belekóstol a hegyi túrába, a tábortűzbe, szalonosítésbe, de karatézik is, az első vizsgáját is megteheti, hogyha... Az első csíkot megszerzi. Az első, hát nálunk nincsen csík, de igen, de az első narancssárgővét azt megszerezheti. És mennyire népszerű egyébként az óvisok körében a karate? Nagyon, nagyon, nagyon. Tehát itt erről ugye Fehérváron van lehetőség, hogy direkt óvodás csoportba jelentkeznek a gyerekek, de a katánál is van, tehát a kata ugye edzést tart Zámolyon az iskolában. Ott is óvodástól kisiskolási teljes és másodikasig van erre lehetőség, Csákváron meg hát én. Tehát akkor van utánpótlás. Van utánpótlás, persze. Ebből próbálunk válogatni. Aztán... Hát és sok sikert kívánok akkor az Egyesületnek, meg neteki személy szerint az őszi szezonra, és fogunk még találkozni, meg beszélgetni, vagy itt, vagy kín helyszínen sima, normális anyag formájában. Nem csak itt a stúdióban, mert azért mégis az a látványosabb, hogyha ha edzetek is. Hát köszönöm szépen. Rúgnak itt egy-két. Most erre nincs lehetőség. Hamarabb szólsz, az adásidő az véges. Csak köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és sok sikert akkor az őszi szezonra. Köszönjük szépen. Önök pedig maradjanak velünk, ez volt már a Bajnokok Városa ezzel a műsorral. Legközelebb majd egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban, viszontlátásra.